Az Európai Uniós projekt keretében 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei és 4 kárpátaljai helyszínen tájházak, hagyományos építészeti emlékek részleges vagy teljes felújítása, illetve újak építése fejeződött be. Tájház épült Kisvárdán és Tarpán, Tiszabezdéden, Penyigén pedig felújítások zajlottak. A 8 kulturális és turisztikai helyszín segítségével a magyarországi és a kárpátaljai kulturális örökségi épületek mentén egy tájház túraútvonalat is kialakítottak. Ehhez a programhoz kapcsolódóan hirdették meg az Épített Örökségünk című fotópályázatot. A szervezők olyan képeket vártak, amelyek vármegyénk vagy Kárpátalja ikonikus néprajzi értékeit, tájházait, népi épületeit, a közös történelmi örökségünket mutatják be. A felhívásra több mint 100 alkotás érkezett, ezek közül választotta ki a legjobbakat a zsűri, melynek tagjai Drabanc Róbert művészettörténész, valamint Balázs Attila és Csutkai Csaba fotóművészek voltak. Akik kapták a díjakat, a külön díjat és az első, második, harmadik díjat, mind nagyon nagyszerű kép volt. Számomra a képek között elsődlegesen az szerepelt díjazása javasoltra, ami csöppet különlegesebb volt, a nem megszokott képeslapok közé tartozhat. Nem mint, hogy a képeslapokkal bajom lenne, hanem igazából, hogy nézzük meg azt, hogy tudunk úgy alkotni, látni, ami nem a megszokott képvilághoz tartozik. A versenygyőztese Berencsi Gyula lett, akinek régi hobbija a fotózás. A pályázaton a Tóth István vízimalomról készült képért kapta a díjat. Nagyon örülök, igazából sosem nyertem még egy pályázatot sem, úgyhogy teljesen el vagyok szállva. És igazából egy nagyon pozitív visszaigazolás nekem, hogy mint hobbi fotós így tényleg úgy érdekli az embereket, amit csinálok, meg látványos, meg tényleg úgy hasznos. Hát igazából többször voltam már ott a malomnál, és régóta szerettem volna lefotózni úgy, ahogy elképzeltem, csak eddig nem jött ki rá lépés. A fotópályázat győztesei értékes jutalmakban részesültek.